Brüsszel ismét a Magyarországnak járó pénzekkel kezdett el szórakozni. Úgy tűnik, azt akarják, hogy jóval idő előtt nettó befizetők legyünk, mert pénzt nem adnak, de legalább elvesznek. Ez ám a jogállamiság. Már is kezdünk. Megint kezdik. Brüsszel újra megzsarolta Magyarországot. AfD nélkül, német lecke demokráciából. A feledés homálya. Gyurcsány oktat ki oktatáspolitikából. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben egyre kevésbé értjük, hogy mit jelenthet a jogállamiság kifejezés Brüsszelben, ha ez egy olyan klub, ahol bárki, bármikor kénye kedve szerint alakíthatja a szabályokat. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk ma este elsőként arról, hogy az uniós vezetés most már nem csak a források visszatartásával, de azok teljes megvonásával zsarolja Magyarországot. Borbély Beáta, aki szerint Gyurcsány Ferenc oktatáspolitikai kioktatása nem más, mint a szokásos ellenzéki kommunikáció. Mindig mondjunk nagyobbat. Bencsik András, aki nem lát ebben semmi rendkívülit. Gyurcsány már eddig is annyit hazudott, miért ne hazudhatna most is? És Mozart Gábor, aki úgy látja, ha egy hiteles ember fejtené ki a véleményét az oktatáspolitikáról, az akár megfontolandó is lehetne, de Gyurcsány Ferenc teljesen hiteltelen. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük azzal, hogy szerintem mostanra teljes szereptévesztésbe került az Európai Unió vezetése. Azt hiszik, hogy egyoldalúan enystandolhatják egy tagállamnak járó támogatás összegét. Lássuk. Ismét felszólította Magyarországot az Európai Bizottság, hogy fizesse ki legkésőbb szeptember 17-éig az Európai Bíróság által kiszabott 200 millió eurós bírságot. Ezen felül, amíg az uniós szabályozás bevezetésével késlekedünk, naponta 1 millió euró megfizetésére is kötelezik hazánkat. Brüsszel pedig azt is bejelentette, ha Magyarország nem fizet, akkor úgynevezett beszámítási eljárást indít, azaz a hazánknak járó, máig zárolt uniós forrásokból vonja le az összeget. Az EU bírósága azért szabott ki példátlanul súlyos büntetést Magyarországgal szemben, mert nem engedtük be az illegális bevándorlókat. Hát lehet, hogy ahogy öregszem, egyre paranoiásabb vagyok, de és ilyen összeesküvés elméleteket gyártok, de nekem van egy olyan érzésem, mintha erre ment volna ki ez az elmúlt egy 5-6 éves szórakozás itt a pénzeinkkel, hogy egyszer csak legyen egy indok, amiért el is lehet venni azt, amit eddig nem fizettek ki. Ráadásul nekem az is meggyőződésem, hogy azért ebben nagyon komoly szerepe van a hazai baloldal aknamunkájának, hiszen tulajdonképpen most az valósul meg, amit ők évek óta el akartak érni, hogy Magyarország ne kapjon pénzt az Európai Uniótól. Beata, hogy látod? Igen, nekem az a furcsa az egészben, hogy ugye maga a szuverenitás, mint fogalom az utóbbi időben egyre inkább előkerül. Tehát az, hogy egy ország megmondhassa például, hogy kivel akar együtt élni, ahhoz szerintem alapvetően joga van. És a magyar kormány azt mondja, hogy ha a Magyarország lakossága úgy gondolja, hogy ő nem szeretné, hogy ide migránsokat telepítsenek, és nem szeretné, hiszen ugye láttuk a nemzeti konzultációban az elmúlt években többször is előkerült ez a kérdés, legutóbb például több mint 99%-ot kapott erre az nem válasz, hogy nem szeretnének migránsgettókat Magyarországra, akkor szerintem a magyar kormánynak azt kell képviselnie, amire a magyar emberek neki felhatalmazást adtak, azaz, hogy majd mi eldöntjük, hogy kivel szeretnénk együtt élni. És az, hogy az EU, ez egy zsarolás végül is, tehát most például pénzzel, pénzeszközökkel próbálnak zsarolni minket arra, hogy olyat csináljunk, olyanokat, olyan dolgokat hajtson végre a magyar kormány, amit nem szeretne. Nem először, sajnos. Ez az egész egy rémdráma, egy abszurd rémdráma, mert hogyha most eltekintünk a részletektől, mert ugye ők azt akarják, hogy Magyarországon is ugyanolyan káosz legyen, mint Nyugat-Európában, tehát eresszünk be mindenkit, ha legális, ha illegális érkező, hagyjuk, hogy szabadon jöjjön, menjen, és amikor úgy döntünk, hogy mégse ide való, akkor is hagyjon, jöjjön, menjen szabadon, ahogy csak akar.
ezért büntetnek minket. De az egészben az az ördög, hogy ezen túl más pénzeket is visszatartanak tőlük, nem is kevés pénzeket tartanak vissza, azért, mert úgy látja az Európai Bizottság, hogy Magyarország politikai irányultságát ők nem tartják helyesnek. Na de ez az egész ezért abszurd, mert erről nem volt szó. Magyarország pontosan olyan szabályosan működő demokrácia, mint minden európai ország, pontosan olyan irányelvek szerint működik a gazdaság, a kultúra, az oktatás és minden, de vannak bizonyos értékek, amiket nagy többre becsülünk, mint mások. Na de erről nem volt szó, hogy ezeket előírják nekünk. Tehát ez az egész tulajdonképpen arról szól, hogy az Európai Unió politikai ürüggyel Magyarországot megpróbálja belekényszeríteni valami olyan létformába, amit mi nem akarunk. Ezt a törekvést úgy hívják, hogy diktatúra. Szerintem egyébként az Európai Unió elődjét jelentő európai gazdasági közösség alapítói azok most forognak a sírjukban, hiszen alapvetően egy gazdasági közösség jött létre annak idején. Ehhez képest most pont azt az elvet veszítettük el, ami egy gazdasági közösséget összetart, hogy a barátság alapja a pontos elszámolás. Hát itt most már pontos elszámolásról nagyon hosszú évek óta nem beszélhetünk. És hogy mennyire a gazdasági szövetség van ennek a hírnek is a hátterében, az a sajtóhír legelején található információ, hogy a luxemburgi székhelyű európai számbevőszék kérte az Európai Bizottságon számon azt, hogy azt a 700 milliárd eurós egyébként Covid utáni mindenkinek megszavazott gazdasági helyreállítási alapot költsék el, amit például Magyarország esetében is nem vagyunk ebben egyedül, tehát másokat is vegzál az Európai Bizottság, azért nem tudott Magyarország elkölteni, mert az Európai Unió visszatartotta mindenféle ideológiai okra hivatkozva. Abban én nem vagyok biztos, nem ismerem az Európai Uniós jogot, de szerintem Bóka János és Tuzson Bence miniszterek csapata ezt biztos, hogy alaposan meg fogja vizsgálni, hogy lehet-e ilyen beszámítási eljárást indítani. Gazdasági partnerek között én tartozom neked, te tartozol nekem, lehet ezt kompenzálni, és annyival kevesebbet utal az, aki többet tartozik a másiknak, de itt nem hiszem, hogy erről lehet szó. Sokan kérdezték tőlem is, hogy vajon a magyar kormány beárazta-e ennek az 5,8 milliárd eurónak a hiányát a magyar költségvetés gazdálkodásába. Hogy vajon lemondtunk erről a pénzről? Szerintem a kormány az utolsó pillanatig küzdeni fog ezért, mert hogy ez a pénz jogszerűen jár nekünk. Tehát, hogyha itt egy ilyen beszámítás van egy másik üggyel, ahol szintén határozottan kinyilatkoztatta a kormány, hogy ő nem lesz hajlandó ezért soha ezt a 200 millió eurós büntetést kifizetni, ami egyébként itt a szeptember 17-ére vizionált határidő utáni lejárat minden egyes napjával további 1 millió eurós, nem is tudom, hogy mi ez, plusz büntetés, vagy ilyen dádá, vagy bármilyen gyerekes plusz szankciót jelent. Ha kettőt összekavarjuk, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag mindent össze lehet kavarni. Az Európai Unió nagyon régóta arról szól, hogy olyan közös játékszabályokat, amelyeknek az eredeti erkölcsi alapja az igazi európai eszmében, a gazdasági együttműködésben, és nem a birodalomépítésben, és az alap nélküli közös pénzügyi meg jogrendszerben gyökerezik, ezt megpróbálja felülírni. Abban a pillanatban, hogy elérkezünk majd egy komoly nagy kataklizmához, ami nem feltétlenül velünk történik meg, mesztelen lesz a király, és az, amit mi már látunk, és sokan látnak azok közül, a renitens országok közül, akik szembeszálltak az Európai Unióval, ki fog derülni, hogy nagyon gyenge lábokon áll ez a jogrendszer, és ha ez a jogrendszer összedől, az Európai Unió is össze fog sajnos dőlni. Hozzáteszem, hogyha kiderül, hogy ez a beszámítási eljárás ez egy legitim módszer, akkor lehet, hogy a következő tagállami bevezetésünket át kellene gondolni, mert ez ugyanez az elv gyakorlatilag. Teljesen jogos a felvetés. Bekövetkezett, amire sokan számítottak, hiába nyert a hétvégén két keletnémet, egykori keletnémet tartományban is az AfD Németországban, a balliberális többség nem hagyja, hogy hatalomhoz is jussanak. Lássuk. Olaf Scholz, német kancellár az eredmények kapcsán az SPD képviselőjeként úgy nyilatkozott, azok keserűek és aggasztóak, és felszólította a tartományok többségi pártjait, hogy a szélsőjobboldali szélsőségesek nélkül alakítsanak kormányt. A politikus hozzátette, Németországnak nem szabad ehhez hozzászoknia. Az AfD kárt okoz az országnak, gyengíti a gazdaságot, megosztja a társadalmat és tönkreteszi az ország jó hírnevét. Mindeközben az AfD társelnöke
történelmi sikerként értékelte az eredményeket. Kérdés, hogy most mi lesz? A demokratikus pártok ugyanis megfogadták, hogy velük nem kötnek koalíciót. Szerintem ez ugyanaz az antidemokratikus kotta, mint a franciáknál volt. Amikor Le Penék nyertek, azonnal összeszárt mindenki, elveket félredobva, csak hogy véletlenül se kerüljenek semmiféle hatalom közelében. Azért szerintem egyébként az valami elképesztő, hogy az európai, nyugat-európai politikai elit az egyre nyíltabban veszi teljesen semmibe a választói akaratot. Gondolhatunk akár egyébként arra, amikor a német külügyminiszter azt mondta, hogy hát őket nem érdekli a választói vélemény, meg ugyanez, tehát a választási eredménynek érvényre kellene kerülnie valahogy, de most már ez a második nyugat-európai választás, ahol ez nem történik meg. Igen, és ugye ami fontos, hogy ez egy üzenet volt a választók részéről, a centrumpártoknak szóló üzenet, hogy valamit nem jól csinálnak, tehát nem jól kezelik a helyzetet, nem jól kormányoznak. És ugye a fő probléma ott ugyanaz, visszatérhetünk az előző ponthoz, hogy például a migráció kezelése. Tehát ezért erősödött meg valószínűleg a szélsőséges pártok, ezért erősödtek meg, mert ez egy olyan üzenet a centrumpártoknak, hogy valamit nagyon nem jól csinálnak, például a migráció, az Ukrajnával kapcsolatos politika. Hát, ha megnézzük, rendkívüli módon romlott a közbiztonság például Németországban az utóbbi években. Ez számok bizonyítják, tehát ezt nem mi találjuk ki, hanem meg kell nézni a számokat. A múltkori késelés alkalmával volt egy ilyen kimutatás, hogy Észak-Rajna-Vesztfáliában 43%-kal nőttek a késelés támadások, közterületen elkövetett késeléses támadások. Ugye ez körülbelül már közel 4000 támadás egyébben, tehát hogy ezt a német választók nyilván érzik, a bőrükön érzik, és ezáltal küldenek egy üzenetet a kormányzatnak, és ezen nekik el kéne gondolkozni, de hát nyilván inkább azon gondolkoznak, hogy hogy tudnak a hatalmon maradni, és hogy tudják azt megoldani, hogy mégse kelljen átadni, akár csak ebben a két tartományban, de egész országosan is a hatalmat. Hát volt olyan időszak, azt hiszem, Európában, amikor a politikai hatalom nem nagyon akart hallani a választói véleményről, vagy a nép akaratáról, na de akkor például Európa lángba borult. Tehát ezt akarják elérni újra? Eleve én szeretnék tiltakozni az ellen, hogy az alternatíva Németországnak párt a szélsőségesnek nevezik. A világ média automatikusan lesz szélső jobboldalista őket. Érdekes módon azt a baloldali pártot, amelyik szintén egy patrióta alapvetéssel indult el, azt pedig leszélső baloldalizzák. Én szerintem az a párt, amelyik a saját népét elárulja, az szélsőséges. Igen, ugye Zara Wagenknecht politikai formációjáról beszélünk, amelynek szintén, annak ellenére, hogy az alapító hölgy egy iráni származású német politikus, ugye a legfontosabb vagy legerősebb alapja az a migráció ellenes politika. Hát úgy látszik, aki nem szereti a migránsokat, az ad abszurdum azonnal szélsőségnek minősül. Azt hiszem, hogy lehet, hogy ezeket a kifejezéseket lassan el is felejthetjük. Ugye a szélsőséges pártok megerősödése, és itt a szélsőségest Andráshoz csatlakozva úgy értelmezzük, hogy a politikai paletta szélén levő pártokról van szó, mert itt most az AfD-nek az az egyik fő problémája, hogy tőle jobbra nem igazából van értelmezhető politikai erő Németországban, márpedig ugye ezt egy politikai alapszabályként többször említettük itt a műsorban is, hogy abban a pillanatban szélső jobbra csúszol, ha nincs melletted még valaki, és az AfD ettől szenved még mindig, miközben ugyanúgy, ahogy a nemzeti tömörülés Franciaországban, sokat mozogtak ők a közép felé. És figyeljétek meg, hogy a közép-kelet-európai felfogás és az Oder-a-Neisse vonattól keletre eltöltött 45 év alatt megőrzött politikai immunitás és veszélyérzeti immunitás, a neomarxizmussal szembeni felismerés lehetősége, hogy nem, a kelet-német tartományokban van jelen. Ugye az AfD hagyományosan ezekben a tartományokban volt jelen, és azt hiszem, hogy ők nagyon büszkék lesznek majd magukra, ha egy politikai megújulást tudnak majd a 45 év kommunizmust végig szenvedett kelet-német tartományokból elindítani, mert bőven van szerintem lelkiismeret furdalásuk Angela Merkelnek a bundeszkancellári székbe való delegálása miatt. Tehát ez egy első fecske? Nem első fecske, mert azért az AfD korábban is sok erősödést mutatott, de a Zollingeni késes merénylet és a június 9-i európai parlamenti választás, amelyek után
a nép akarattal szemben az Európai Parlamentben Németországot továbbra sem olyan súllyal képviselik a megalakult bizottság és bizottsági vezetés összetételében, mint ahogy azt az emberek akarata mutatta, ez ilyen részidős választásokban fog megmutatkozni. Én azt mondom, hogy öveket csatoljuk be, és a következő évben a tartományi választásokban, majd utána a szövetségi választásokon Németországban komoly változások következnek. Legutóbb egy meglehetősen furcsa, később visszavont ukrán bejelentés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna elvágná Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot az orosz kőolajellátástól. Ezt egyelőre hivatalosan nem következik be, hiszen 24 órán belül cáfolták, de azért továbbra sem megnyugtató az energiapiaci helyzetünk. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter egy orosz televízió csatornának. Mutatjuk. Ha Magyarországra nem szállítanak több olajat Oroszországból, akkor egyszerűen nem fogjuk túlélni, nem fogjuk tudni ellátni az országot. Hogy miért? Mert nincs megfelelő alternatív infrastruktúránk. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RBK orosz TV csatornának adott interjúban. Tárgyaltunk orosz beszállítókkal, tárgyaltunk ukrán tranzit cégekkel. A jelenlegi állapotot értékelve azt mondhatom, hogy fokozatosan közeledünk a hosszú távú megoldáshoz, de még nem jutottunk el oda. A szerződések aláírása még nem történt meg, mondta Szijjártó Péter. Azért is nagyon érdekes ez a múlt heti Podolják elszólás, amit ugye 24 órán belül cáfoltak, mert most meg kiderült, hogy ők akarnak tőlünk áramot kérni. Ugye Ukrajna bejelentette, hogy 5 uniós tagállamtól, köztük Szlovákiától és Magyarországtól is áramot kérnének. Most itt akkor mi van? Hogy ilyen rendkívül egyszerűen kérdezzem. Szerintem amúgy Ukrajna is egy kicsit pánik hangulatban van, és hogy milyenek a háttere, valószínűleg az, hogy egyre nehezebb pénzügyi helyzetben vannak a háború miatt, és hogy miért, ugye Amerika is megvonta már a támogatást egyre inkább, az Unióban is ugye felerősödnek azok a hangok, amelyek szerint újra kell ezt gondolni, a The Guardianban egyik nap ugye megjelent ez a cikk, hogy egyre többen követnék Magyarország példáját, méghozzá abban, hogy átgondolják ezt az Ukrajna politikát, hogy kell-e ennyi pénzzel támogatni Ukrajnát, inkább a saját országok fejlesztésére fordítanák ezt, és szerintem emiatt van az, hogy Ukrajna is egyre erőteljesebb lépéseket szorgalmaz, és egyre erőteljesebben reagál mindenre. Urak? Ha Ukrajna ilyen mértékben megzsarolja Magyarországot, és az Európai Unió továbbra sem áll ki Magyarország mellett, akkor jogosan fel lehet tenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi közünk van nekünk az Európai Unióhoz, és mi dolgunk van az Európai Unióval, hogy nem jött el az ideje annak, hogy valami nagyon kemény lépésen, akár a kilépésen is elgondolkodjunk. Magyarország mindig is tudta, hogy akár az energiabiztonság tekintetében csak saját magára számíthat, és az Európai Unió támogatása nélkül építettük ki azokat az interkonnektorokat a környező országok felé, amelyek mind földgáz, mind kőolaj, mind elektromos energia szempontjából egy többoldalú megtáplálást tesznek lehetővé, hogy a horvátok mikor fognak fölébredni, hogy nekik hozzá kellene járulniuk az Adria kőolajvezeték bővítéséhez, mert hogy azért nem tudunk egyébként zárójelben valószínűleg sokkal drágább olajat venni tankhajós lefejtésekről az Adria alternatív irányából, mert a horvátok nem járulnak hozzá a bővítéshez, zárójel bezárva. Azt nem igazából tudjuk megmondani. A horvátok is egyfajta ilyen különutas politikát, egy picit az orrukat fennhordva, az Európai Unióhoz dörgölözve próbálnak képviselni, de hogy Magyarországnak minden érdeke azt mutatja, hogy egy alternatív beszerzési forrást kell megtalálni, az biztos, mert azért Szijjártó Péter ilyen kijelentést az elmúlt évek frontvonalban való harcolása során még soha nem tett, és valószínűleg most is azért mondta ezt ki, hogy ilyen felelőtlen kijelentések se hangozzanak el. Miközben egyébként meg a szlovákok hátradőlnek, és azt mondják, hogy amíg nekünk hivatalos üzenetet nem küldtek, addig mi nem is foglalkozunk ezzel, de lehet, hogy egyszer csak ők is ott fogják találni magukat azon a reggelen, amikor a vezetékből nem csöpög az olaj. Hát, ha nem így lesz. Ennyi fért bele műsorunk első felébe, most tartunk egy pár perces szünetet, utána visszavárjuk nézőinket, hasonlóan izgalmas témákkal, már is mutatjuk, hogy melyek ezek. A feledés homálya. Gyurcsány oktat ki oktatáspolitikából. Kitömték. 82 millióval támogatták külföldről a baloldali republikont. A feledés homálya.
Gyurcsány oktat ki oktatáspolitikából. Kitömték. 82 millióval támogatták külföldről a baloldali republikont. Jó estét kívánok, folytatódik a vezércikk Borbé Beátával, Bencsik Andrással és Móczár Gáborral, és folytatódik Gyurcsány Ferenc mentális csatározása a valósággal. Lássuk, hogy most éppen mit delirált Magyarország egyetlen rendszerváltás utáni történetének egyetlen hivatalban megbukott miniszterelnöke. Lássuk. Gyurcsány Ferenc az oktatáspolitikát tette kritika tárgyává, és olyan követeléssel állt elő, amelynek teljesítését ő maga még csak meg sem közelítette. A bukott miniszterelnök a 2024-es iskolakezdés alkalmából így fogalmazott. Tanárainknak legalább annyit kellene keresniük, mint amennyit egy minisztériumi osztályvezető keres, de nem így van. Amint a Magyar Nemzet elemzéséből kiderül, a DK elnöke 2011-ig emlékezett vissza saját tevékenységére, miközben 2004 és 2009 között kormányfő volt, kormányzásuk végén pedig elvettek a tanároktól egy havi fizetést. Kicsit visszanéztem a pedagógus béreket, ugye a mostani januárral bejelentett emelésnél 820 ezer forint bruttó lesz a pedagógus bérek átlaga, most 670 ezer forint körül van bruttóban. Mit gondoltok, 2009-ben mennyi volt? 193? 169 ezer forint volt a bruttó. Én meg lennék lepve erősen, hogyha Gyurcsány minisztériumi osztályvezetői 169 ezer bruttót kerestek volna akkoriban. Nem, tehát igen, nagyon jó volt az időzítés, pont egy ilyen pedagógus életpálya modell és fizetésemelés kapcsán. Egyébként ugye pont mondta államtitkár úr, hogy körülbelül 93%-kal emelik a pedagógusok fizetését 4 év alatt, tehát magyarán kétszeresére emelkedik pont a pedagógusok fizetése, tehát nagyon jó maga az időzítés. A másik pedig az a szokásos ilyen ellenzéki baloldali kommunikáció, hogy mindig mondjunk többet, tehát hogy ha kétszeresére emeli a kormány, akkor mi háromszorosára emelnénk, de hát ilyet könnyű mondani, anélkül, hogy mondjuk a forrást megjelölnék, vagy az egész koncepciót, hogy mire is építenének. Igen, hát mondjuk azért is érdekes ez a baloldali hozzáállás, mert Gyurcsányéknak eszük ágában nem volt egyébként pedagógus bért emelni, előttem egyesiek emeltek, papíron 50%-ot, ami valójában azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 30 volt, de cserébe elvették az egy havi fizetésüket. Tehát így könnyű egyébként matekozni. Egyébként a minisztériumi osztályvezetőknek elég széles a bérskálája. Nyilván a feladattól, nehézségtől, pozíciótól, irányultságtól függően eléggé jelentős az eltérés, de azt lehet mondani, hogy ez az új pedagógus bér bőven fölötte van az alsó határnak, tehát ki lehet mondani, igen, elérték a pedagógusok a minisztériumi osztályvezetők bérének az alsó sávját, nyilvánvalóan még lehet tovább növelni. Ez egy versenyképes bér, ezt mindenki tudja. Mindent megtett az Európai Unió, hogy ezt nehezen hozzuk össze, de nagyrészt sikerült összehozni. Hát ez a Gyurcsány, édes Isten, hát ez már annyit hazudott életében, most miért ne hazudna most is? Mi lenne vele nélkülünk, igaz? Igen. Akik valamennyire belelátunk az oktatás helyzetébe, tudjuk, hogy folyamatos pozitív lépések mellett is nagyon sok tennivaló van. Ez a több lépcsős béremelés, ez versenyképessé fogja tudni tenni a pedagógusi pályát, de az életpálya modell kialakításában is vannak még tennivalók, de haladunk előre. Gyurcsány azt látja, hogy ez a hagyományos oktatás egészségügy vészmadárkodás, ez úgy kezd kicsúszni a lábbal. Ugye most Magyar Péter rárepült az egészségügyre, Gyurcsány most az oktatást ostorozza, de hogy ilyenkor nagyobbakat és nagyobbakat kell mondani. Ha ezt mondjuk egy olyan valaki tenné, aki tiszta ebben az ügyben, és nem ő, aki iszonyatosan sáros a saját kormányaival, és a baloldali 2002 és 10 közötti kormányokkal, akkor az ember azt mondja, hogy meg lehetne fogalmazni ilyen ideákat. De ő aztán még saját magát is arcul köpi a tükörben, ő ezzel nem nagyon szokott foglalkozni, de tőle aztán végképp hiteltelen ez a megnyilatkozás. Annyi biztos, hogy az oktatás területén
évekre van még szükség ahhoz, hogy a pedagógusok presztízse a társadalom szintjén is visszatérjen abba a helyzetbe, ahol egyébként mondjuk a két világháború között egy Klebelsbergi oktatási és kultusz tárca megújítási törekvések során került. Én azt hiszem, hogy ide el fogunk majd egyszer jutni, addig viszont számíthatunk arra, hogy mint egy-egy utolsó kapaszkodó szalmaszálat rendszeresen rángatni fogja. Azt mondod, Magyar Péter az egészségügyjel foglalkozik, és nem sok mócsing jut neki az oktatásban, de hát lehet, hogy ő iskolákban nem is akarna bemenni, mert ott nem tud élőzni, mert nem lehet bevinni a telefon. Ajaj, mi a szegényke. No, folytassuk lapajánlóval, mégpedig a Demokrata lapajánlójával, kapcsoljuk Bándi Pétert, vezető szerkesztőt, aki elmondja nekünk, hogy mi lesz a holnap megjelenő lapszámban. Szervusz, Péter! Szervusztok! Agyban dől el a magyarság sorsa. Ezzel a címmel jelenik meg a Demokrata heti lap szerdai számának címlapinterjúja, amely Bagdi Emőkével készült. A pszichológus professzorral egyebek mellett a lelkünkért vívott háborúról, a hedonista fasizmus tombolásáról, boldogtalanságunk és a demográfiai válság lelki okairól, valamint a női sors beteljesüléséről is beszélgettünk. Köszönjük, Péter. Nem lehetne egy kiegészítő kérdés ebbe az interjú, vagy ne csak a boldogtalanságunkról, hanem a boldogságunkról is beszéljen esetleg? Valamit beszél emlőkkel. Arról is egyébként. Sőt, el is mondja a receptet. Rendben. Sokszor beszámoltunk már ebben a műsorban arról, hogy hogyan gurulnak a dollárok a baloldalhoz és annak a lakály propagandistáihoz, de most azt is megmutatjuk, hogy hogyan tömik ki Sorosék a baloldal háttérintézményeit. Mutatjuk. Az SZIA felajánlások hiánya azt mutatja, hogy a magyar adófizetők nem díjazták különösebben a baloldali alapítvány munkáját, miközben külföldről az összes bevétel 84%-át finanszírozták. A beszámoló tanúsága szerint érkeztek külföldi pénzek a Republikonhoz Brüsszelből, illetve a Soroshoz köthető Nyílt Társadalom Alapítványtól és szervezeteitől egyaránt. Így nem csoda, hogy Horn Gábor köszönet Soros Györgynek címmel publikált írást a HVG-n. Az Open Society Foundations egészen pontosan 80 ezer dollárt, azaz közel 30 millió forintot küldött Hornéknak. Kicsit hiányos volt a felvezető, mert nem hangzott el benne, hogy Horn Gábor nevével fémizett Republikonról fogunk beszélni, de aztán azt hiszem a bejátszóban az elég vastagon kiderült, mint ahogy az is, hogy mennyire független elemző Horn Gábor. Én? Igen, tehát az az érdekes, hogy amikor annó volt az a Fidesz kampány, amin Soros György szerepelt, ugye a plakátkampány, akkor azt hallottuk mindig a baloldaltól, hogy ez egy kamu, ez egy kitaláció, hogy ő nekik semmi közük Soros Györgyhöz. Ugye akkor pár évvel ezelőtt ugye kikerültek ezek a videók az X-re, ahol az Action for Democracy tisztségviselői, szereplői, többek között például Korányi Dávid, Karácsony Gergely akkori főtanácsadója is nyilatkozik arról, hogy hogy is kerültek ezek a pénzek Magyarországra, a magyarországi, nem pártokhoz, mert ugye pártokat nem lehet finanszírozni külföldről, hanem kijátsza ezt a törvényt, a pártfinanszírozási törvényt, hogy kerültek ezek alapítványokhoz, és például többek között sajtótermékekhez is ugyanígy kerülnek, és mint látjuk például különböző háttérintézményekhez is. Most azon gondolkodtam mindenféle sértés vagy hülye körülítés nélkül, hogy ha egyszer csak valaki megírná, hogy mondjuk a Nézőpont Intézet, nem tudom, orosz forrásokból kutat, akkor azt hiszem, hogy itt lebontanák a házat nagyjából a baloldaliak. Érdekes, hogy a másik oldalon ez valahogy nem éri el az inger küszöböt. Jól emlékszem, hogy ez a Republikon az, aki a leggagyibb közvéleménykutatásokat szokta publikálni. Hát az a Publikus inkább egyébként, tehát ők tudnak alá menni még. De... Akkor van rosszabb is náluk. De egyébként így van, tehát megkapják a pénzt, megkapják hozzá a feladatot, végzik a dolgukat. Igen, igen, hogyha, ha igen, jól elmondtad, Robi, a lényeget, oroszok, vagy bármilyen kínai, vagy indiai alapítvány támogatna egy jobboldali alapítványt, elszabadulna itt a pokol. Gábor? A bevételeik egy része garantált a 7. kerületi APUS megbízásain keresztül, ugye Niedermüller Péter önkormányzata nagyon komoly, egyébként számukra semmiféle korrektségi kételyt nem ébresztő szerződésen keresztül tömi ki a Republikon Intézetet.
Másik oldalról meg szerintem ezek az adatok nyilvánvalóan nekünk is szolgáltatnak muníciót, de én nagyon bízom benne, hogy Lánci Tamásnak és a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is szolgáltatnak muníciót, mert azért abba a tévképzetben ne ringassuk magunkat, hogy csak politikai szervezetekhez érkező külföldi finanszírozásokon keresztül lehet beavatkozni egy állam vagy egy társadalom belügyeibe. Ezek az intézetek, ezek egészen a rendszerváltás óta, vagy az azt megelőző évek óta, amióta Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványon és annak szatellit hálózatán keresztül próbálja befolyásolni és tolni az űrzavar felé a magyar közéletet, jelen vannak. És ahogy a magyar kormány szilárd bástyákból védi azt az álláspontot, ami nem hajlandó behódolni a nemzetközi ideológiáknak és a birodalmi törekvéseknek, ezek a külső támogatások és finanszírozások is úgy fognak erősödni. Tehát ez a 2023-as beszámoló, ez a következő években, még akkor is, hogyha nem igazán jó minőségű előrejelzéseket készítenek, nem fog a külföldi finanszírozás tekintetében valami más irányba elmozdulni. Azt se felejtsük el, hogy Niedermüller és Horn Gáruk-Bor között nem csak üzleti, hanem kvázi rokoni kapcsolat. Az apos és a vej kapcsolata. No, folytassuk mással. Állítólag mostanában azt mondják, hogy nem ő mondta, de Winston Churchillnek szokták tulajdonítani azt a mondást, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam. Na, ennek szellemében érdemes azt hiszem olvasni a dollármédiás cikkeket, amelyek szerint hazánk a legszegényebb, meg a legrosszabbul teljesítő uniós tagállam. Erre mutat rá írásában Demko Attila biztonságpolitikai szakértő is. Lássuk! Kedves olvasóim, a 444, Telex, stb. Módszere az, ha van egy rossz adat, azt kiemelik, ráugranak, kontextus nélkül ismétlik azoknak, akikkel ezt el akarják hitetni. Ránéztem a GDP per főre vásárlóerőparitáson. Észtország az IMF szerint mögénk került. Észtország, a liberális, progresszív bezzegállam, a balti csoda. Írja Demko Attila biztonságpolitikai szakértő a Facebookon. Demko rámutat, hogy a születésekkel ugyanez a helyzet. Tőlem lehet farramászni, propagandistázni, semmi olyat nem mondok, ami ne lenne alátámasztva adattal, csak és kizárólag nyugati forrásból. Sok mindenhez nem értek, de a gazdasági elemzésekhez még kevésbé. Viszont az tény, hogy talán nem véletlen, hogy a vásárlóerőparitásos gazdasági növekedési adatokat a dollármédia nem szereti használni, mert akkor van mit mihez hasonlítani. Ellenben, ha felmutatjuk, hogy kinek milyen GDP-je van, és abban mondjuk az utolsók vagyunk, akkor hát azt mindjárt tudják lobogtatni. Csak éppen ugye ez az, ami szférre viszi a dolgokat, azt hiszem. Tehát mégiscsak itt jön az a Churchill-i mondás, hogy azért nézzük meg, hogy minek hiszünk tulajdonképpen. Hát meg a sajtó helyzete ugyanaz, amiről előbb beszéltünk. Ugye a nézőpontnak minden évben kijön egy kutatás, egy elemzés a sajtószabadság Magyarországon, ami úgy kapcsolódik ehhez. És ugye azt szoktuk megnézni, hogy például egyes médiumok honnan kapnak pénzt és támogatást. Ugye az idei évben is azt láthatjuk, hogy 2023-ban a baloldali médiumokhoz milliárdok kerültek külföldről, a guruló dollároknak is nevezhető támogatások. Most ugye itt az a kérdés, hogy mit is várnak cserébe, hát valószínűleg az ilyen kimutatásokat és az ilyen cikkeket várják el tőlük, amiben ugye Magyarországot minél rosszabb színben tudják feltüntetni. Ugye itt az a nehézség ezekben, hogy ezek a honlapok, online vagy print média is akár, nem mindig tüntetik fel, hogy honnan kapják ezeket a támogatásokat, milyen és milyen mértékben, ennek próbálunk ugye ilyenkor utána járni, mindenkinek ajánlom egyébként, ez egy elég hosszú elemzés, részletes adatokkal és forrásokkal, és hát itt azt láthatjuk, hogy nincs rossz helyzetben a magyar baloldali média, bőven kapnak támogatást a külföldi donoroktól. Igen, azt hiszem, hogy azóta dugdossák el ezeket a forrásokat, amióta rendre mindenki megírta, amikor a Telex például az amerikai nagykövetségtől, vagy a brit, vagy a holland királyság nagykövetségétől kapta a forrásokat, mondjuk gyakornok képzésre. Igen. Demko Attila publicisztikai írása hihetetlenül értékes, egy csomó adatot közöl. És nagyon fontos, mert van egy toposz, amelyik tudatosan a balliberális média megsújkol és belepróbál építeni az agyunkba, ez a máshol, másút
minden jobb. Tehát a románoktól az osztrákokig mindenhol minden jobb, mint mi nálunk. Mert bezzeg nálunk minden rossz, bezzeg máshol minden jobb. És erre különböző doka szednek elő. És van egy népréteg Magyarországon, amelyik valamiért elégedetlen, és akkor ezeket boldogan veszi. Igen, igen, én is voltam a múltkor, mit tudom én hol, és ott tényleg 5 forinttal olcsóbb volt a kefir, és akkor ebből már levedett valamit. Ebben a felsorolásban szerepelt egy adat, hogy ami a demográfiát illeti, demográfia adatokat, például a gyermekek születése, számát, aránya, abban bizony mi Európa legjobbjai vagyunk, mert Európában hátborzongató adatok vannak. Erről a balliberális média nem szeret beszélni, mert ott tartunk, hogy már a jó adat olyan nagy a baj, hogy már tehát például Franciaországban addig magas a népszaporulat, mert már a bevándoroltak gyermekeit is beleszámítják, mert már nem mernek közölni francia-franciát és német-németet, az szigorúan tilos, ezért hát az nem is igazából... Létezik. Az nem is létezik, hogy német-német. Hát, ott hát létezik, csak nem lehet erről beszélni, hát, és ebből fakadólag, de még így is a magyar demográfiai mutatók az egyik legjobbak, miközben mi is nagyon nagy bajban vagyunk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, Isten éltesse, és nagyon biztatom arra, hogy folytassa ezt a misszióját, hogy ezekkel a hazug toposzokkal forduljunk szembe. Gábor? Demko Attila egy kicsit olyan, mint Petőfi Sándor, hogy amikor olvasod, akkor van egy olyan érzésed, hogy ezt akár én is írhattam volna, mert annyira a mi nyelvünkön szól, és olyan egyszerű, világos módon megfogalmaz, és van ennek az írásnak egy nagyon fontos üzenete, hogy európai országok, tessék szíves lenni európai szinten foglalkozni ezekkel a jelenségekkel, mert az adatok és az értékek európai összehasonlításban is nagyon együtt mozognak és egy irányba mozognak. Tehát Európának most nem azzal kellene foglalkozni, jó, persze a hazáruló baloldali hazai média egy különös missziót teljesít azzal, hogy megpróbálja minden akadály ellenére a mélybe rántani a magyar kormányt és a magyar pozitív híreket, de hogy európai szinten kellene ezeket elemezni, mert ha közösen megtaláljuk ezeknek a megoldását vagy a nyitját, akkor lehet ebből előre menni. És ugye, amit még aláhúz Demko Attila ebben a cikkben, hogy az egyes adott pillanatban kiragadott értékeket nem önmagában szabad nézni, hanem egyrészt a kontextusát, a környezetét is meg kell határozni, meg azt a trendet, tehát ilyenkor nagyon jók azok a grafikonok, amiket egymás mellé raknak, hogy mondjuk a születés szám tekintetében a magyar érték az honnan indult és most jelenleg hol van, iszonyú mennyiségű tennivaló van ezzel is még mindig, és mondjuk hogy mozogtak az elmúlt években a nagy nyugati gazdaságoknak a születési arányszámai. Tehát a bezzegezés sajnos soha nem fog eltűnni, és mindig lesz bezzeg Románia, meg bezzeg Szlovákia, meg ilyen kiragadott pillanatnyi benyomásokat, befolyásolásokat megpróbáló törekvések, de hát el kell mondani ezerszer, hogy ezek önmagukban értéktelen adatok, hogyha nem az egészet nézik. Hölgyem, uraim, nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy bejátszó nélkül csak egy gyors kérdés hozzátok még. Jelenleg szerint a jobboldali kormány bukásával lengyel barátaink sokkal többet bukhatnak, mint eddig gondoltuk, hiszen egyre agresszívebben próbálnak aktívan is beszállni tulajdonképpen az ukrán-orosz konfliktusban. Szikorszky külügyminiszter most megjegyezte, hogy minden tiltakozás ellenére azt tervezik, hogy akár az ukrán légtérben is kilőnek drónokat és rakétákat, ha úgy látják, hogy az a lengyel légteret veszélyezteti. Én mondjuk nem pontosan értem, hogy egy ukrán légtérben mozgó tárgy hogy veszélyeztethet lengyel légteret, mert ha nem arra jön, akkor meg semmi értelme. De látható ez a háborús pszichózis, ahogy a lengyeleken eluralkodott. Na de az a baj, hogy ők NATO szövetségeseink, tehát ha ők belekeverednek, akkor mi is. Én ezt óriási veszélynek érzem, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Pokoli veszély. Ez pokoli veszély. Meg vannak borondulva. A lengyel politikai elit meg van őrülve, egy ezer éves álmot sző, hogy most akkor végre legázoljuk Oroszországot. Nem érti az ember, hogy tudtak a lengyelek ennyire eltorzulni. Nekem az egy mondat ütötte meg a szememet, hogy alkotmányos joguk, hogy megvédjék a saját légterüket. Itt nekem az ütött eszembe, mint az elején beszéltünk, hogy akkor nekünk viszont miért nincs ahhoz jogunk, hogy például a határunkat megvédjük, és hogy megnézzük, hogy kit engedünk be.
Teljesen jogos. Emlékezzetek vissza, az egyetlen repülő objektum, ami a lengyel légteret és lengyel földet megsértette, az egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta volt, amit azonnal az oroszokra rákezdtek. És én mindig Szmolenszkre gondolok ilyenkor vissza, kinek és milyen érdeke volt az, hogy akkor az a repülőgép egy technikainak átszázott balesetbe lezuhanjon, és Kaczyński testvérek közül ugye az akkori köztársasági elnököt és a fél lengyel kormányt ott megöljék, mert hogy a lengyelekben ez az orosz ellenes háborús pszichózis akkor váltott át egy iszonyatosan intenzív szintre. És el akarják érni valahogy, valahol, valakik, hogy egy valaki megtámadja vagy saját légtérben, vagy máshol úgy az oroszokat, hogy az oroszok utána, ha elveszítik a bölcsességüket, visszalőjenek, és ezzel ki tudják váltani a NATO beavatkozását azzal, hogy egy megtámadott NATO államot megvéd. Ettől mentsen meg minket a gondviselő. És ha belegondolunk, hogy NATO-Oroszország háború kinek az érdekét képviseli leginkább, az biztos, hogy nem az európai NATO tagállamokét, legfeljebb azért a NATO tagállamát. Tagállamét, amelyik nem ezen a földrészen tartózkodik. Már csak 2 hónap van november 5-ig. Ennyi a szerencsénk talán, reméljük. Hölgyeim, uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyenek így holnap is, amikor Deák Dániellel, Gajdi Csottóval és Elsimon Lászlóval várjuk majd önöket. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét mindenkinek!